Szervusz Ádám! Szervusz, jó reggelt! Szia, szeretettel üdvözöllek az Eltaxiba. Kérek szépen egy úti célt, közben az övet, és már el is tartunk ezzel a szuperzöld kocsival. Hát, legyen az Ürgemező! Elindulunk akkor az Ürgemezőre. Most, hogy ilyen fagyos időszak van, ez képileg azért erős, mondhatjuk, hogy jól mutat a zúzmara, meg a magasból jól mutat a hideg időjárás. Nagyon jól fekszik Paksnak? Mi a tapasztalatod? Szerintem nagyon jól fekszik, és egyébként ez egy nagy vágyam, hogy egyszer elkapjam az zúzmarát kinn a kajakkal. Tegnap voltam kint reggel egyébként a Dunán, ma reggel nem. Viszont úgy számolom, hogy szerintem holnap lesz. Úgyhogy holnap is ki fogok menni, mert azt már a kollégák ott a kompnál mondták nekem, hogy nagyon szép zúzmarás, amikor a fákat beborítja. Aha. Ez még hiányzik. A jég az már van, havazás van, köd van, Arctic Smoke van, sok minden van, csak ez az zúzmarás helyzet, ez még hiányzik. A múltkor a híradóban megnéztem az összeállítást, és nagyon jó képek készülnek a munkád eredményeként a magasból. Ez mikor kezdődött nálad, hogy ezzel foglalkozol? Hát 2016-ban. Az igazság, hogy én a fotózásban mindig kerestem azt a lehetőséget, hogy mi az, ami a legszebben mutatna, és hogyha mindig megjelentem egy szép tájon, szerettem volna mindig az egészet befogadni. Na most, hogyha egy klasszikus fényképezővel fotózok egyet, az lekorlátozza, az gyakorlatilag egy négyzet alakú szelete a valóságnak. Uh-huh. És amikor megláttam az interneten az AirPanónak az oldalát, hogy ugye lehet 360 fokos panorámákat készíteni, amikor gyakorlatilag mindent rögzítesz, az gyakorlatilag teljesen fölkeltett az érdeklődéssel, mondom, nekem is ezt kéne csinálni, mert így gyakorlatilag a komplett valóságot meg tudod örökíteni, és ugye ezeket a képeket virtuális szemüvegekkel is meg lehet nézni, tehát akkor tényleg olyan, mintha benne lennél, egy ilyen VR szemüveget fölteszel a fejedre, és akkor tudsz benne forogni körbe-körbe. Azt egyszer próbáltam, és hát valami fantasztikus volt, hogy néztem lefelé, rendesen megijedtem. Igen, olyan, mintha ott lennél, tehát az AirPanónak az oldalán egyébként ez lehetséges, tehát ott úgy vannak optimalizálva ezek a képek, hogy meg tudod nézni VR szemüveggel is. Mi a tapasztalatod a mi térségünk itt Paks? Sokkal elég ütős onnan föntről. Mert ha megnézzük a képeket, én szerintem nagyon jó. Szerintem nagyon ütős. Az igazság, hogy szinte bárhol lehet nagyon szép képeket csinálni, az a lényeg, hogy jókor és jó helyen. Jó helyen. Jó helyen legyen. Tehát ha ezek a golden hour, tehát ez az arany óra, röviddel a napfelkelte után, illetve a naplemente előtt. Aha. Ez mindig nagyon hálás. Ez nagyon szép tud lenni. Tehát sokan mondják, fotósok, hogy sosem a témát kell fotózni, mindig a fényt kell fotózni. És hogyha a fény szép, akkor bármi gyönyörű. Tehát eleve a Paksi Dunakanyar az szép. Na most, hogyha ehhez hozzáadsz egy kis ködöt, meg egy kis aranyló színt, azért verhetetlen. Az és akkor igen, megvan a... Ez nagyon tetszett az oroszoknak is, mikor elküldtem nekik ezt az anyagot egy ilyen 5-6 hónap munka után. Ők is azonnal tudták, hogy na hát ezzel jó sokat dolgoztál, hogy ez tényleg egy jó nagy projekt volt, mert minden második, harmadik nap baktattam ki a Dunára, és akkor reggel 6-kor néztem, hogy akkor most mikor. Valamikor teljesen felesleges volt kimenni, mert annyira sűrű volt a kő, de valamikor meg egy ilyen lottófőnyeremény. Tehát például amikor legelőször kimentem, az azonnal főnyeremény volt. Aha. És ez nagyon vicces, mert amikor elkezdtem kajakozni tavaly nyáron, és amikor ősszel legelőször kimentem reggel, megint jackpot volt. Aha, akkor volt, amikor így gőzölgött a Dunának a vize, és mikor az ÖMV-nél kifordultam a hatosra, teljesen lázva jöttem, úristen, de szép, gyerünk, menjünk. És a 55 ezeren nézték eddig meg a munkáidat. Vagy hát a Paksi. Lehet, hogy az, igen, csak a Paksi. Igen. Ezt hogyan könyveled el? Mekkora sikernek könyveled el ezt a nézettséget? Hát ez jól esik, mert ugye elismerik az embernek a munkáját, meg ugye ez nem ilyen szociális médián való nézettséget jelent, hanem ez egy olyan oldal, ahol célzatosan fölmennek az emberek, tehát aha. Nem úgymond ész nélkül klikkel egy ilyen véget nem érő hírfolyamban, mint a Facebookon vagy az Instagramon, hanem ez egy külön oldal, de erőfeszítést kell tenni, hogy az ember bejelentkezzen. Na most az, hogy 55 ezer, az nagyon jól esik, mert ugye én nagyon szeretem Paksot, én itt születtem, az én szülővárosom. Tehát ez egy elismerés, hogy hoppá, gyerekek, meg lehet mutatni az én szülővárosomat is ugyanolyan szépnek, mint bármilyen más tájat a Földön, mert például ezen az oldalon a Santorini nézettsége pontosan ugyanakkora, mint Paksió. És a Santorini is képsorozat a szenzációs, tehát
az egy ütős helyszín az egyébként. Nehéz Santorinivel versenyezni, de egyébként vannak nekem más munkáim ezen az oldalon, például vannak trópusi atollok, a Teti Aro atoll, ami Tahiti-től északra van 80 km-re, ez a Marlon Brando színésznek a magánatolja, na azt én fotóztam így magasról, 360 fokos panorámákkal. Annak az jóval magasabb nézettsége van, de hát ott a Marlon Brando az egy olyan név. Hát igen, az úgy adja magát. Azt hiszem ott van valami 150 ezer vagy 180 ezeres nézettség. Na de hát Paks azt tudja a harmadát. Igen, azért ez mindenképpen egy óriási nagy elismerés. Igen. Min dolgozol most? Most az az igazság, hogy én tavaly meg tavaly előtt is jártam a pandémia idején a Seychelles-szigeteken. Én oda majdnem minden évben visszamegyek, én nagyon szeretek ott lenni. És ott csináltam rengeteg panorámát, és ezeket még nem fűztem össze. Na és most decemberben nekiestem, úgyhogy most ezen dolgozom. Most már kész van 35 darab belőle. Vannak itt olyan panorámák, amik a földről készültek, tehát állványról, halszemobjektívvel. És akkor egy ilyen megfelelő tengely körül kell forgatni a fényképezőt, és akkor viszonylag könnyű összefűzni, de hát meg mindennek megvannak a nehézségei. A földi panorámát az jóval egyszerűbb összefűzni, tehát az megvan egy másfél óra alatt. Aha. A légi panorámát... Más a helyzet. Hát igen, az körülbelül 4-5 óra egy olyat összerakni, mert ugye a drón az maga fölé nem tud fotózni, tehát hiányzik az ég. Aha, hogyha föl, másrészt a drón, amikor lebeg egy helyen, akkor közben ő tud pozíciót váltani, mert a szél kicsit megmozgatja, megy 30-40 cm-t jobbra, balra, előre, hátra. Tehát úgynevezett parallax probléma alakul ki. Most a parallax problémáról annyit kell tudni, hogy ezt gondolom, mindenki csinálta már azt, amikor az ujját a szem elé teszi, és akkor becsukom az egyik szemet. Igen. Jobb szememmel nézve valamit kitakar, és hogyha kinyitom a bal szemet, akkor úgymond pozíciót vált az ujjam, tehát látszólagosan. Na most ez a probléma, ez a panoráma készítésnél is felmerül, mert ugye a képek között a közeli tárgyak egymáshoz viszonyítva pozíciót váltanak. Tehát mondjuk az egyik fa egy kicsit eltolódik a háttérhez képest, de ezeket össze kéne fűzni. Aha. És akkor ezzel a problémával meg kell küzdeni. Most ez a probléma annál nagyobb, minél közelebb van a drón az objektumokhoz a Földön. Tehát hogyha sziklákhoz közel fotózol, vagy házakhoz közel, akkor ott jelentős munkával fog ez járni. Hogyha fölküldöd a drónt viszonylag magasabbra, akkor ott ez a probléma nem jelentkezik, vagy hát annyira elhanyagolható, hogy ez nem igazán látszik, és viszonylag könnyebb összefűzni. Az igazi nehézséget az jelenti, amikor napfelkeltés, naplementés képeket kell összefűzni, mert ott a dinamika tartomány az adott képen belül az hatalmas, tehát vannak nagyon sötét részek, meg nagyon világos részek, és ezt össze kell házasítani, ugyanis amikor a drónnal te elkészíted az alapanyagot, te csak egyféle expozíciós értéket használhatsz, tehát nem csináltod azt, hogy a kép egyik részét máshogy exponálod más zárértékkel, tehát ez egy nonsens, mert ezt össze kell húzni. Igen. Tehát amikor te 29 képet csinálsz a drónnal, akkor neked így rendszerben kell gondolkodnod, hogy az egész végeredmény jó legyen. És amivel kezdtem, hogy ugye az eget nem tudja lefotózni a drón. Igen. Na hát arra az a megoldás, két megoldás van. Vagy hogy amikor a drón készíti a képeket, én a földről körbe fotózok egy klasszikus Nikon kamerával, és lefotózom az eget. Vagy pedig van nekem ilyen ég adatbázisom. Ki szoktam menni a cseresznyés fele az autópálya fölé. Ott van egy felüljáró, és ott tökéletesen belátom a vidéket. Onnan jó az ég. Igen, és akkor onnan szoktam csinálni különféle időpontokban egeket. Tehát van, amikor bárányfelhős, van, amikor nagyon felhős, van, amikor ilyen viharos, van, amikor kell fel a nap, délelőtt 10-kor, délben. Tehát az a lényeg, hogyha van nekem egy panorámám, oda nem tehetek be olyan eget, ami nem illik oda, pontosan olyat kell. Pontosan olyat, ahol ugyanott van a nap, és nagyon hasonlók a felhők, de a legideálisabb módszer az tényleg az, amikor lefotózom én az eget a Nikon kamerával a földről, és azt illesztem össze. Persze itt is fönáll az a probléma, hogyha a drón magasan van, ő másmilyen szögből látja a felhőket, mint én alulról. Ott megint össze kell házasítani. Hát ez ilyen maszkolás, pepecselős munka a Photoshopban. Hát nagyon jók a képek, és a nézőknek is csak azt tudom tanácsolni, hogy nézzék meg, látogassanak el az oldaladra, mert tényleg nagyon ütős fényképeket lehet ott megtekinteni. Köszönöm szépen, hogy az e-taxival utaztál. Még arról mondj nekem, légy szíves, egy gondolatot, hogy mennyire fontos számodra a környezetvédelem. Hát a környezetvédelem az rendkívül fontos, mert egy tiszta környezet, ugye az szép.
Tehát amikor én megyek a Dunán, én nem szeretek szemetet látni, és hála Istennek. De nem is, azért ebben szerintem jól teljesítünk így itt, van. Ugye? Így van, így van. Tehát a Dunának is az élővilága nagyon egészséges, nagyon sok madár van, azért az mutatja, hogy alapvetően tiszta. Meg ugye ki szereti azt, hogyha szemetet kell látni az utcán. Másrészt, ugye én most tudok először elektromos autóban. Igen, ez volt az első utad? Igen. Na, igen, de szuper. Igen. Jó, csendes. Én remélem, hogy egyszer ezek az autók átveszik itt az irányítást, és egyre több elektromos autó lesz, már csak azért is, mert a zajszennyezés véget, az engem rendkívül tud zavarni a nagy zaj, amit az autó generálnak. Remélem, hogy ezt valahogy meg tudják oldani gazdaságosan, hosszú távon, hogy ez kifizetődő legyen, mert ugye vannak ezzel kapcsolatban aggályok is, hogy hogyan tudják kitermelni azt a sok ritka földfémet, ami az elektromos autók működtetéséhez szükség lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk utaztál, és gyere máskor is, és nagyon sok sikert a további fényképekhez. Köszönöm. Szia! Hello!